Egy közismert kísérletet mutatunk most be, ez a Cartesius féle búvár, amelyet René Descartes francia fizikusról neveztek el. A vízzel telt henger fölött levegő található, és egy gumicsövön keresztül egy pumpával van összekapcsolva. A pumpán van egy kis lyuk, amit ha befogok, akkor meg tudom növelni a nyomást a hengerben lévő víz felett. A vízben található egy fejreállított kémcső, amelyik nagyjából félig van vízzel. Nézzük meg, hogy mi történik, ha befogom a pumpán a lyukat és megnyomom a pumpát. Láthatóan elsüllyedt a kémcső, és ott is maradt. Ha a vízmennyiséget változtatjuk, akkor be lehetne úgy is állítani, hogy elengedés után visszajöjjön a búvár, tehát ezt a kis kémcsövet hívjuk búvárnak, viszont most annyi vizet tettem rögtön az elején vele, hogy elmerüléskor már akkora, annyira összenyomódott a levegő, hogy nem volt képes kinyomni a vizet ahhoz, hogy visszaemelkedjen. Egyébként, ha a tengeralattjárók túlmerülnek, így járhatnak, tehát ha a tengeralattjáró túlzottan mélyre merül, nem képes utána már saját magától feljönni a víz felszínére. Ha viszont benyomom a kis pumpát és befogom a lyukat, akkor ha a pumpát most elengedem, akkor megritkítom a levegőt a víz fölött, és felemelkedik a búvár. Ha csak finoman nyomjuk meg, akkor elérhetjük, hogy kicsit lesüllyedjen, akár lebegéssel is bírhatjuk, és visszafele is tudjuk irányítani. Akkor mutatom. Ha nem engedem el ezt a nyírást, akkor oda jön a búvár, ahova akarjuk, kivéve, hogyha túlmerülte magát, és akkor már a folyadékoszlop nyomása annyira összenyomta a levegőt, hogy saját magától nem tud följönni a búvár.